Szeretettel köszöntünk mindenkit. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján van a szívünk napja, amelyet Magyarországon a Magyar Kardiológusok Társaság szervez évek óta a Városligetben. A szívvel kapcsolatos üzeneteket, hogy mi saját magunk mit tehetünk a szívünkért, Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár mondja el most itt a sajtónak. Szeretettel köszöntöm Önöket, és külön szeretném megköszönni a szakmai társaságnak, a Magyar Kardiológus Társaságnak, vagy akár a Nemzeti Szív Alapítványnak, hogy a népegészségügy szempontjából nehéz időkben és életben tartottak olyan programokat, amiket jövőre már úgy fognak tudni megrendezni, hogy az egészségfejlesztési irodák hálózata országos rendezvényét tudja majd növelni, vagy növeszteni az ő kezdeményezésüket. Ez a stresszlabda, amit én itt tartok a kezemben, ez azt hiszem 3 évet állt a raktárban, letöröltük róla a régi feliratot. Ez számomra jellemzi azt az egészségkommunikációs impotenciát, ami hosszú időn keresztül jellemző volt az egészségügyben. Csináljunk valamit, és vettek hány ezret? 30 ezer stresszlabdát, vagy mi a fenét? De még ötletük se volt, hogy hogyan tudják osztogatni. Most ezt újra nyomtuk, és próbáljuk valami értelmes módon felhasználni. Az egyik az, hogy amit mi csinálunk, az az, hogy van most már egy honlapunk, ez az egészség.hu. Ez lesz egy kis idő múlva a releváns egészségügyi információval kapcsolatos honlap. Már most megtalálják rajta az egészségfejlesztési irodákat, már most megtalálják rajta az alapvető egészségüzeneteket, de ez lesz az a honlap, ahol majd kereshetik a házi orvosukat, és kereshetik a szűrőközpontokkal kapcsolatos információt is a jövőben. Tehát tudatosan felépítjük azt az egészséginformációs környezetet, ahol nem ezek a vajákos, félrevezető üzenetek lesznek rajta, hanem releváns egészségügyi üzenetekkel is ellátjuk a polgárokat. Na ennyit bevezetőül. Beszéljünk egy kicsit a szívünk napjáról. Amíg én itt beszélek, ez alatt egy honfitársunkat el fogjuk veszíteni. És ez azért borzalmas, mert 90%-ban a szív- és érrendszeri megbetegedésekhez köthető halálozás az életmódi eredetű. Tehát ennek nem kéne így lennie, hogyha máshogyan élnénk. És azt nem szabad elfelejteni, hogy különösen az aktív, középkorú férfi lakosság száma hogyan csökken ennek következtében. Özvegyek, árvák, magányos unokák maradnak egy ilyen haláleset után. Úgyhogy az az idő, amit még együtt tölthetnénk a szeretteinkkel, hogyha máshogyan élnénk, az a legértékesebb kincsünk. Egy életünk van, és erre jobban kéne vigyázni. Most amit itt ebben az akcióban csinálunk, az az, hogy próbálunk egy apró trükkre rávenni embereket. Ha mi egy megállóval előbb leszállunk a buszról, ha csak hetente egyszer autó helyett gyaloglunk, vagy lift helyett legalább egy emeletet gyalog megyünk, én egyébként ezt a trükköt alkalmazom, hogyha más hivatalba megyek, akkor akár a 7. emeletre is gyalog megyek, tehát rendszeresen az ülő hivatali munka mellett is megtalálom azokat az apró trükköket, hogy mozogjak. Tehát, hogy apró trükkökkel rávesszük magunkat a rendszeres mozgásra, az is segít már valamit. A másik az, hogy mit eszünk. Amit mi meg tudtunk tenni, hogy kiszűrtük a tranzsírt az élelmiszerekből, hogy adóval megjelöltük, egy népegészségi termékadóval megjelöltük azokat a termékeket, amiknek a túlzott fogyasztása valamilyen megbetegedést okoz, a túlzott hozzáadott cukortartalmú élelmiszerek, vagy a sótartalmú élelmiszerek, ami ugye a vérnyomás, magas vérnyomás okozói, vagy a cukorbetegség elhízás okozói, ezeket megjelöltük, tehát az emberek most már tudják, hogy mi az, amiből illik kevesebbet, vagy mérséklettel fogyasztani, vagy egész egyszerűen megtiltottuk, hogy olyan mérget rakjanak az élelmiszerbe, amitől szív-érrendszeri vagy daganatos megbetegedés alakul ki, hogyha sokat fogyasztunk belőle. De amit mi szabályozással meg tudtunk tenni, azt mi megtesszük, de nem mindegy, hogy mit eszünk. Ezeket az információkat értelemszerűen az egészség.hu most már követhetik. A harmadik pedig a dohányzás. Mondjanak le a dohányzásról, nekünk a dohányzás támogató programjaink zajlanak. Azt tudom mondani, hogy
az első, hát azt hiszem már százas nagyságrendű azoknak a száma, 500-an vannak, akik a leszokás támogató programjaink segítségével el tudták dobni a cigarettát, de ne felejtsük el, zárt terekben Magyarországon már nem lehet dohányozni, egy ország lélegezhetett fel. Most azon a családtagokon van a sor, hogy meggyőzzék a hozzátartozóikat, hogy forduljanak segítséghez, segítségért, hogyha máshogy nem megy, dobják el a cigarettát, sokkal tovább és sokkal egészségesebben fognak élni. Ezek lettek volna a fő üzeneteink, és itt ugye az a trükk, hogy próbáljuk rávenni honfitársainkat, hogy eljött a mozgó lépcső helyett, azt válasszák, hogy a lépcsőn jönnek föl. Bízom benne, hogy minél több embernek tudunk egy-egy ilyen apró trükköt adni, amivel változtathatnak a szokásaikon.